Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, ami egy eléggé rendhagyó videó lesz, ugyanis nagyon régóta szerettem volna ezt a videót megcsinálni, és most meg is csinálom. Reagálok az iskolás jegyeimre, és egy picit beszélek arról, hogy én milyen diák voltam. Érdemes volna tudni egyébként, mielőtt elkezdenénk a videót, hogy egy kis információ is szolgáljak. Én tavaly végeztem az iskolával, jegyeim egy része van csak beírva, ezt így érdemes tudni még mielőtt belekezdünk a videóba, szóval minden nincs beírva. Én úgy voltam vele, hogy ami éppen úgy esett, úgy suppant, azt beírattam, és a többit azt úgy hát nem. És a 12 éven kijártam, egyébként ugyanabban az iskolában jártam 12 évig, majd érettségit szerezvén kiköltöztem Budapestre. És itt van előttem az ellenőrzőm, gyerekek, el sem hiszem. Nagyon régen nem néztem bele, és nem tudom milyen jegyek vannak benne, alapvetően tudom, hogy milyen diák voltam. Aki az iskolámban jár, vagy járt, vagy ismer, az biztosan tudja. Illetve aki most is jár, igen, az is tudja, mert hogy szerintem legendák szállnak az iskolában, hogy milyen is volt a Dezső Bence. Ugyanis szerintem még a tanárok is beszélik ezt a tanáriban még a mai napig, hogy hát a Dezső Bence volt az a gyerek, akitől nagyon sokszor elmentett órát tartani. Hát az egy elég nehéz periódus volt szerintem az életükbe, de vége van, és elszakadtunk egymástól. Nagyon hiányoznak a tanáraim, gyerekek. Tényleg visszamennék egyébként pár napra az iskolába, de mit sem okulva a hibáimból, ugyanolyan tanuló lennék. Amilyen tantárgy nekem tetszett, és szerettem vele tanulni, abból tanultam, illetve amit úgy véltem, hogy hasznosítani fogom majd a közeljövőben, illetve amikor ugye felnövök, akkor abból tanultam. Másképp nem. Szóval a tantárgyak 80%-ahol nem tanultam. Ja. Nem szeretnék rossz példát mutatni egyébként, hogy ne tanuljatok, tanulni igenis hasznos és kell. Én egyszerűen egy olyan gyerek voltam, akit hogyha nem érdekelte, akkor egyszerűen akkor tanult belőle, amikor éppen bukását is ki kellett javítani. Azokból tanultam, ami érdekelt, illetve azokról is tanultam nagyon sokat, amit nem tanítanak az iskolában, viszont tudom, hogy hasznosítani fogom. Például megemlíthetném a kamerákat, a vágóprogramokat, pont aktuális, amit tudok hasznosítani majd a jövőben esetleg, mint munka szempontjából is, akár youtuber vagy akár filmvágó, akár videóklip vágó. Stb. Puskáztam, nem sokszor. Why the fuck you lying? Viszont amikor puskáztam, akkor nagyon. Mondhatnám, hogy profi vagyok, mert nem fogtak meg még szerintem. Azt hiszem egyszer sem, nem fogtak meg, nem. Majd, hogyha akarjátok, lesz egy olyan videó, ahol elmesélem, hogy hogyan puskáztam. A régi klasszikusok megvoltak, amikor a leckét konkrétan leírod a jegyzettömbödbe, jegyzetfüzetedbe, telefonon, és leszcreenshotolod, kirakod háttérképnek, és lehúzod a fényerőt. Ennyi. Egyébként én 9. osztálytól emelt fokú nyelvosztályba jártam, ami azt jelentette, hogy nem volt matek órám, 10-től nem volt fizika órám, cserébe volt román órám, angol órám, latin órám, német órám, és mit hagytam ki? Német, angol, latin, román, magyar. Igen, ez az 5. Nagyon sokat tudjátok már szerintem, de azért elmondom, az osztályozás Erdélyben 1-től 10-ig van. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es az bukó, az 5-össel átmész, 4-50-ről emelnek, és az már 5-ös, ha jó kedvében van a tanárnő per tanár. Szóval én egy úgy mondanám, hogy egy közepes lusta tanuló voltam, hogyha van ilyen fokozat, akkor az voltam én. Én voltam annak a megtestesítője a gyerekek. Tanáraimról volt, aki bírt, volt, aki nem bírt, egy tanár volt különösen, aki tudom jó, hogy legbelül igazából marta az, hogy és most nem magamat akarom magasabb szintekre emelni, hanem csak mindenki tudja, hogy ez így volt, akit zavarta konkrétan, hogy én 18 évesen sikeres vagyok, és hogy igazából látta, hogy hát nekem jobban megy, mint neki. Természetesen tisztelem azt, amit csinál, és jól van, tanít. Én nem mondom azt, hogy lenézem, hanem egyszerűen csak őt frusztrálta az, hogy látja, hogy nekem hogy megy, és mennyien szeretnek. Ez már csak az ő problémája, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Lesz szerintem róla egy külön videóm, nagyon régóta tervezem, és úgy vagyok vele, hogy tényleg meg fogom csinálni, csak eddig nem volt időm. Drágázatos földrajztanár úr, fog jönni az a videó. Azért sajnálom egyébként, mert hogyha kirakom azt a videót, aki most jár az iskolában, és aki tanít, az a tanár. Szombaton kirakom a videót, és azt látják a diákok, akik oda járnak, és engem követnek, akkor az a hétfői nap a tanárnak, hát fogja kapni az ívet. Na mindegy. Szóval, hogy ilyen tanuló voltam, igazából nem tudok többet, mint mondani, lássuk a jegyeimet, és kicsit fogok közben szerintem sztorizgatni is. Egyébként, hogyha tetszik ez a videó, és még szeretnétek ilyen jellegű videókat, ahol itt ülök egyedül, és dumálok ilyen dolgokról, akkor jelezzétek egy lájkot. Jaj, nem tudom, hogy ki merre megy nyitni, gyerekek. Igen, kinyitottam, és itt egy ominózus kép van rólam még szerintem 9. osztályból, ahol konkrétan mínusz 14 kiló és nagyobb haj fogad engem a képen. És itt vannak a tantárgyak, és oda vannak írva jegyek, jó? Egy kicsit továbbugrunk. Gitár, volt gitár órám, tesó. 10-es volt gitár. Ja, ez ilyen opció. Opció volt, lehetett választani 4 órát, ami opció volt. Pontosan 9. osztály, és én a gitárt választottam. Egyszer sem mentem el, de 10-essel vagyok lezárva. Tökéletes. Hú, de a jegyek sincsenek nagyon szülők által aláíratva, úgyhogy egy kicsit szégyellem magam. Itt hátul ez érdekel engem, mert ide hátra szoktak beírni, hogyha rossz a gyerek, hogy valami van-e beírva. Első fél évben
7 igazolatlan hiányzása volt, ezt írta az osztályfőnököm. Jó, a több volt. Csak 7-et írtak be, mert hogy a többit valahogy igazoltatta valamilyen úton módon, vagy kikerültem a tanárokat, és nem írták be a hiányzást. Nem voltam nagy lógós egyébként, 12. osztály volt az, amikor igazából ráfeküdtem arra, hogy hát, nem az utolsó év. Úgyhogy nem mindegy, már kicsapni nem fognak már lógok. De akkor igazából az egész iskola, meg az egész osztály ráfeküdt arra, hogy hát most már lehet lógni a utolsó év, úgyhogy hogy el lógtunk, mondjuk úgy. Szóval, kezdjük. Milyen óráim voltak? Kezdjük a románnal. Gyerekek. Nem voltam valami jó románból, nem a beszélgetésről beszélek, hanem a maga a tantárgy. 9. osztály, 5-50-re zártak le év végén. Első fél évben ugye 5-ösre, másodikban 6-osra, és akkor az 5-50. Egyébként az év végén nem emelnek. 10. osztályban 5-ösre, 11-ben 5-ösre, 12-ben 5-ösre, gyerekek. Épp hogy átcsusszantam mindig románból ezek szerint. Király vagyok. Magyar, 6-os, 6-os, 10. osztályban 7-50, 11. osztályban 5-50-re lettem lezárva. 5-50-re. 10-ig lehet osztály, csak úgy mondom. Ez nagyon gyatra, gyerekek. Kicsit szégyellem magam, hogy megcsinál ezt a videót. Jött az angol. Angolán mindig az volt a helyzet, hogy én voltam az én csoportomban, két csoportra voltunk osztva, én voltam a legjobb. Hát kb. A legjobb, azt mondanám. Talán egy diák volt, aki olyan szinten volt, mint én. És ott mindig az volt, emlékszem, volt egy olyan eset konkrétan, hogy leraktam a fejem, elaludtam, felelés volt, és bögdösött a pattársam, hogy Bence fel kellene kelni, amúgy te fogsz felelni. Tényleg félállom, majd kérdeztem, hogy tanárő, miről beszéljek? Elmondta a témát is. Kaptam egy 9-est, visszaraktam a fejem, és aludtam tovább. Én voltam a legkirályabb, abban a momentumban a világon nem volt királyabb nálam. Tehát ott voltam 8-asra meg 7-esre lezárva, eddig mindig izé lusta voltam, azért voltam 8-asra meg 7-esre lezárva. Tudod, mi volt a gond? Az volt a gond, hogy kaptam a 9-eseket, meg akár 10-eseket is, azt lusta voltam, nem csináltam házi feladatot, 3-as. És így ez lerontotta a jegyet, de ennyi. Nem csináltam házit, kaptam egy 3-ast és ez lerontotta, de ez igazából engem nem nagyon hatott meg. Latin 6-os, 8-as, azaz kijöttem 7-esre, 9-be, 10-be 8-asra, 11-be 8-asra, jó. Matematika volt, még 9. osztály volt matematika. Nem, 10-be is volt, most látom. Aha. 7-es és 8-50. Jó, mondjuk a nyelvosztályban matek az olyan volt, hogy tényleg szorzásosztás, semmi komoly nem volt. Fizika 7-es, 7-es, mindig ettünk órán, meg hallgattuk a zenét. Kémia 6-os, biológia 10-es. Tényleg azt szerettem és nagyon tudtam, hogy jön a történelem. Hát az a gonda voltam a 11 és a 12. osztályban. Tehát úgy állunk, hogy 9. osztályban 6-os, 10. osztályban 6-os, 11. osztályban 5-ös, 12. osztály első fél év 4-es. 12. osztály első fél évvel megbuktam történelemből. Nem a tanárnő hibája volt, én nem hibáztatom egyáltalán, joggal buktatott meg, nem tanultam. De kijöttem utána 6-osra a második félbe, és akkor évvégén nem buktam meg. Nem akarok rossz példát mutatni, de ebből így, na mindegy. Vallás 10-es. Ja, meg a magaviseletem az mindig 10-es volt. Tehát igazából ilyen 7-50-es, nem voltam 8-35-ös tanuló is. Ja, hát ilyen közepes tanuló voltam kb. Mik vannak beírva? Itt jönnek a beírások, gyerekek. Kémia 3. Csak a rosszakat olvasom. Földrajz 4, 5, 3, 10. Így egymás után bedarálva. Földrajz 4-es, 5-ös, 3-as, 10-es. Én aznap kaptam 4 jegyet, vagy mi van? Informatika 9, kémia, vallás 10, tudományok. Magyar fél évi. 5-ös. Hú! Úgyhogy a kb. Ezek a jegyeim nem lepett meg igazából, sőt rosszabbra számítottam. Tehát ott voltak jó jegyek, abból ami érdekelt, a másból meg nem. Tanáros videó megmond. Jönni fog. Mindegy, hogyha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és találkozunk a következő videómban. Én pedig Dezső Bence vagyok. Sziasztok!